Igen, is folytatódott a Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ népszerű programsorozata, a Nyáresti Vigadalom. Az Öreghegyi Közösségi Ház vendége a közönség kedvenc Buch Tibor, az Örökzöld Dallamok, a Honi Musical és operett műfaj legendája volt, aki ezúttal Lőrinc Judit operaénekessel és örök barátaival, a Horváth Ivérekkel, Elemérrel és Péterrel érkezett, hogy nótákkal, operettdalokkal, filmzenékkel örvendeztesse meg a nagy érdeműt. Tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ez ad nekünk erőt a folytatáshoz. Ez a fajta izgalom, ez a fajta szeretet és ez a fajta megmérettetés, mert ugye itt, de remélem, hogy nem mondok ezzel rosszakat, mert nem játszhatunk akármit, meg akár, hogy mindenhol mindig megpróbálunk nagyon jókat, meg nagyon jól játszani, de ide már annyira visszajárunk, nem is tudom, talán 14-15 éve, hogy ez mindig egy ilyen nagyon izgalmas mérföldkő az életünkben. Lőrinc Judit Fehérváron is bizonyította, hogy miért is tartják a mai magyar énekes generáció egyik legeredetibb előadójának. Nekem ez már itt az Öreghegyi Művelődési Házban ez már a második alkalom, hogy itt vagyok, és nekem egy fantasztikus élmény volt az első alkalom, és azt hiszem 2 évvel ezelőtt voltam itt először, és hát az emlékek az, hogy itt olyan fergeteges hangulat volt, és az, hogy mindenki örömmel táncolt, ez egy örömkoncert. Horváth testvérek is a mindenséget adták a bársonyos nyáresti találkozón. A kvartett tagjaként Eli ismét megcsillogtatta kivételes muzikalitását. Mi hazaérkeztünk, hiszen nekem szülővárosom Székesfehérváron, itt tanultam a Herman László zeneművészeti szakközépiskolába, és nagyon jó gondolatokkal és nagyon szívvel gondolok vissza az itt töltött tanulmányaimra. Én nagyon szerettem ide járni a konziba, és nagyon szerettem a fehérvári közönséget. Nemrég voltunk országos turnén, de Székesfehérvár mindig egy otthon számunkra, mindig melegséggel tölt el, hiszen az itteni közönség, szinte már barátságot kötöttünk egymással, és ismerős arcok vannak, úgymond a közönség sorai között, úgyhogy sok szeretettel várjuk. A teltházas koncert láttán megerősítetett, kiváló gondolat volt, hogy a Fanta Villa ismét olyan vonzó műsorsorozattal várja a látogatókat, ami méltó a ház tradícióihoz.